Alapítványunk önkéntes csapata ismét útra kelt a helyi gyermekorvosokhoz és családsegítő intézményekhez és azokhoz a családokhoz, ahol nem mindennapi kihívásokkal kell megküzdeniük a szülőknek. Az elmúlt 9 évben 33 család számára gyűjtöttünk fel ajánlásokat az önök pótolhatatlan segítségével. Ennek értéke meghaladja az 5 millió forintot. Ez az összeg is szerény, szükségleteik, egészségügyi és rezsikiadásaikhoz, amelyek a támogatott családok költségvetését terhelik. Idén is lehetőségünk adódik a hagyományos siófoki adventi jótékonysági est alkalmával összefogni, hogy segítsük Erik és a két Benedek családját, a gyermekek gyógyulását és életminőségük javulását. Jó, először sok volt, meg sok, hogy két kával, hogy ő megszületett, meg kellett idő, hogy feldolgozzuk, de azóta nem cseréném egy egészségesre se. Rossz eredmények voltak a terhesség alatt, amikor nézték a nyakiredőjét, az AFP-t, azt a véreredményből. Mindegyiknek rossz lett az eredménye, csak születésekon derült ki, hogy Down-szindrómás. Hát rosszul érintett természetesen, mert nem egészséges gyerekre számítottunk. Aztán földolgozta az ember, kellett hozzá pár hónap. A klinikára kaptunk egy levelet, hogy tudják, hogy született, és akkor mindenféle vizsgálatot javasolják, hogy elvégezzük. Lementünk, és akkor onnan küldtek mindenfélére kardiológiára a szívét nézni. A pajzsmirigyét, mert azzal is van baj neki, állandóan gyógyszert kell neki szedni, és Pécsre hordjuk kezelésre, mert a beszéde az nehezen érthető. Tehát szinte egy idegen számára nem is érthető. Most akik vele vagyunk, meg itt a pedagógusok, ők megértik. Ritával, a Máltai Szeretett Szolgálat gyógypedagógus munkatársával beszélgettem egy kicsit Erikről. Egy ilyen kisfiúnál nem lehet tudni, hogy mondjuk 14 éves korára mit fog elérni. Elmondták, hogy lehet, hogy gyorsabban fejlődik, lehet, hogy lassabban fejlődik. Ami mindenképpen eredmény, hogy az önmagáról való gondoskodásban nagyot lépett előre, tehát beszélhetünk szobatisztaságról, az étkezésekről, az öltözködésről, mind-mind ebben nagyon sokat fejlődött és gyarapodott. 17 éves a nagyobbik, immunhiányos betegsége van, az a pontos megnevezés, hogy immunhiány főként alakítás defektusokkal. Ez azt jelenti, hogy nem termeli a szervezete a gammaglobulint, és ezt havonta pótolják neki Pécsen infúzió formájában. Ebből az összegből az Eriknek a fejlesztésre fordítanánk nagy összeget, gondolom, logopédussal, amit maszekban meg lehetne oldani. Fejlesztő játékokra, mert az is rengeteg fajta van, ami segíteni szerintem az ügyességét, kézügyességét, a fejlődését. Benike 2009. március 15-én született Siófokon, koraszülöttként 6,5 hónapra jött a világra. Mindenféle kivizsgálás következett, és a koponya ultrahang vizsgálat kimutatta, hogy az oxigénhiány miatt agyikárosodást szenvedett. Gyermekrehabilitációs szakgyógytornászként csecsemőkora óta fejlesztem Benit. Pár hónaposan már megkapta a cerebrál parézises diagnózist, és ennek a betegségnek is az egyik legsúlyosabb típusával rendelkezik a gyermek. Nagyon pici súllyal született, 1490 grammal, 2,5 hónapot töltöttünk Veszprémbe, és utána, amikor hazajöttünk, az nagyon nagy boldogság volt mindenki számára. Nehéz volt szembesülni. Sokként ért, amikor az orvos közölte ezt velünk, szó szerint. Tehát nagyon nehéz volt ezt tudomásul venni. Nehéz volt a kezdeti az utat megtalálni, hogy merre induljunk. Minden szakember mást mondott. Tehát, hogy merre induljunk el, melyik irányba. Csecsemőkorától fogva a szülők próbálnak egy komplex rehabilitációt biztosítani a gyermek számára. Nyilván ez súlyos anyagi vonzattal jár. Rengeteg küzdelem a mozgás területén, a mozgásfejlesztés területén. Nagyon sok
mozgásfejlesztésen vettünk részt, ami nem Siófokon, hanem Veszprémben történt, Ajkán, Várpalotán. Idén augusztusban a gyermek részt vett Barcelonában egy speciális műtéti beavatkozásban, melyet Nazarov doktor hajtott végre. Nyilván ahhoz, hogy a műtéti technika kiteljesedjen, még nagyon sok komplex rehabilitáció vár a gyermekre, ami szintén a családi kasszát nagy mértékben megterheli. Kis izmait megmetszette. Nagyon bizakodóak vagyunk e tekintetben, hogy biztatott a doktor úr is az önálló járás tekintetében, szakemberek is, a gyógytornászunk is, nagyon sok jó eredményt tapasztalunk már most is, pedig alig 2 hónapja volt a műtét. A műtét előtt a gyermek önállóan járásképtelen volt, és a műtét óta járókerettel önállóan, és 2 darab 3 lábú bottal viszont kis segítséggel járóképessé vált. Hát a sok megpróbáltatás ellenére is egy tényleg kis küzdelem az élete, az életben maradástól kezdve, ugye mostanáig. Heti rendszerességgel járok, mint gyógytornász, illetve a vízi fejlesztést is én hajtom végre. Jól látható, hogy szinte egy komplex tornaterem van berendezve Benni számára. Ezzel is a család az ő fejlesztését, fejlődését szeretné elősegíteni. Megérkeztünk Antal és Renáta családjához. A nagyobbik kislányuk Sári ül az ölembe, és a kistestvéréről beszélgetünk itt az apával, az édesapával, aki az anyukával nincs itthon, hanem Pécsen vannak. Jól mondom, Sári? Igen. Pécsen vannak a kórházban, most már 2,5 hónapja, és hát különös az ő történetük is. A Farkas családdal az önkormányzat jelzésére vettem fel a kapcsolatot a kiskorú kisgyermek betegsége miatt. Lényegében Benedek egy 5 éves kisfiú, aki egész 5 éves koráig nem volt beteg. Ez év júliusában jelentkeztek az első problémák, és augusztusában vették észre a szülők, hogy egy súlyos betegséggel, a leukémiával állnak szembe. Az első megfázás után nyirokmirigyek bedagadtak, akkor az orvos azt mondta, hogy ez egy alapból természetes dolog, utána rövidre újból visszaesett a nyirokcsomók, tovább nagyobbodtak, vérvétel, laborvizsgálat, és akkor Siófoki kórházból irányítottak át péntek este, hogy ott várnak. Elvittük, ott rögtön megcsinálták az összes vizsgálatot, még péntek éjszaka, mert olyan 10 óra magasságába értünk oda. Már másnap ment a kemós kezelés. Az édesanyja álláskereső, az édesapa, ő pedig közmunkából próbálja el eltartani a családját, egy erdészeti cégnél dolgozik. Emellett erején felül még egyéb munkákat is elvállal, hogy a családot fent tudja tartani. Ugye kórház kín volt, ki kellett festetnünk ezzel az antibakteriális festékkel, minden. A lakásban nem lehet benne földe, semmilyen földdel kapcsolatos, hogy virág, könyveket ki kellett rakni, minden, és hogy kintről mindig kevesebb föld jöjjön be. Amit kaptunk adományba, az elment. Saját erőből, amit tudunk, megadunk a gyerekeknek. Mondom, most így a második kemo alatt a gyerek a kedvenc kinder tojás csokiját nem tudja megenni, egy kinder tojást, ami mint a 5 gram. Naponta kell ágyneműt cserélni a gyerek számára, illetve naponta kell a szülőknek is odafigyelni az öltözködésre, a törölköző tisztítására, stb. Mert volt, mikor nem tud fölülni, most kapott olyan gyógyszert, hogy az izületjei ne fájjanak úgy, maradt eleven, úgyhogy nem egy elfekvős, de hát sajnos a kemónak a hatásai az azért mindenkin kijön. Minden gond nélkül beszedi el az alkalmankénti 10-valahány darab nagyon keserű gyógyszereket. A kemótól vannak ilyen, vagyis a gyógyszerektől vannak ilyen dükkitörések, és ott az orvosok biztatták, hogy mindig abból, hogy Benike, abba úgy kell számolni, mindig egy nappal közelebb vagy a gyógyuláshoz, a hazamenetelhez.
A támogatást kapnánk, amit a kórház nem előírt, hanem kért, hogyha lehet, oldjuk meg a bejáró és a járda szilárd burkolatra váltása, a anyagi támogatás is, mivel a gépjárműt azért téli gumit kell rávenni, most mikor mentünk utoljára, belénk jöttek a piros lámpánál, javítatni kell, automata mosógép két napja tönkrement, mert tönkrement, úgyhogy, meg hát amit majd még a kórház fog kérni vagy ajánlani. A családban a kislány felügyeletét is az apa látja el rendszeresen. Egyes egyedül egy idős nagymamára számíthatnak. Sajnos a kis Banikénknek ugye papát eltemettük rá egy hónapra, megállapították ezt a betegséget. Tudom, hogy milyen nagyon komoly betegség. És a fiam tudja, hogy az én egészségem is nagyon-nagyon oda van, de azért jövők, mert ebben tudok csak segíteni. Úgy éreztem, hogy ennek a családnak igen nagy szüksége van a segítségre, mivel egymaguk önerejükből nem tudják megoldani a gyermek teljes orvosi költségét, gyógyszerköltségét és a ház teljes felújítását. Ez még egy nagyon jó módos családnak is igen nehéz terhet vonna a nyakában. Kérjük, hogy segítsen jelenlétével, támogatói egy vásárlásával, vagy esetleg további felajánlásával egy családjaink boldogulását is. Segítsünk egymásnak, hiszen mi is bármikor támogatásra szorulhatunk. Köszönöm kollégáim nevében is még egyszer idejét és figyelmét.